pillanat el kell helyezkednem. Volt egy kis technikai probléma. De megoldottuk. Olivia, a nem tudom, hanyadik kiállító az Artériában, de meg kell mondani, hogy ő is a kedvencek listáján van. Mindenkivel együtt. Elfogult vagyok mindenkivel. Embertelenül gyönyörű festményei vannak, és arról szeretném őt kérdezni, hogyha ez nem titkos információ, hogy mi volt az a pont az életedben, amikor úgy érezted, hogy Úristen, én most mindent kiejtek a kezembe, és nekem ezt kell csinálni, mert nálad azért ilyen nagyon-nagyon erős, és nem tudom, hogy hirtelen elköteleződés volt a festészet, hogy neked ezt kell csinálni, tehát ilyen nagyon komoly pályamódosítás, ugye? Teljesen másfajta munkáid voltak korábban. Igen. Hát tehát, hogy erről az időszakról tudnál mesélni? Megpróbálok. Hogy... Jó. Hát bankba dolgoztam, de ez úgy tudatalatt ott volt, hogy én ezzel akarok foglalkozni, hogy mikor volt ez a pont, ezt így pontosan nem tudom megmondani, de a bankból már eljöttem, és próbálkoztam ezzel, azzal. És volt egy pillanat, hát olyan 7 évvel ezelőtt körülbelül, amikor én azt gondoltam, hogy most már nekem olajfesték kell, és vászon, és vettem is, vagy kaptam is, már nem is tudom, és akkor az volt az a pont. És akkor utána nekem ez nem volt elég, én ezt komolyabban akartam tanulni, és kerestem a lehetőségeket. Úgyhogy találtam is sokfélét. És hát egy ilyen naív kérdésem lesz, hogy is jó voltál már a kezdetektől? Hogy ezt jó voltam-e? Ezt... Igen. Ezt most sem tudom, hogy jó vagyok-e. Jó vagy, igen. Köszön. De hogy már, nem tudom, én úgy gondolom, hogy aki jó, annak már az első munkái is jók. Vagy... Én azt éreztem, hogy jó vagyok, jó. De nem nagyon sok tanulnivalóm volt. De élveztem azt, hogy a vászonra tudom vinni azt, amit uh-huh. szeretnék. Uh-huh. Ez, de az első képem egy virágcsokor volt, ami éppen itt is meg kellett festenem, de... Milyen virág volt egyébként? Nem tudom. Különbség. Nincs jelentősége szerintem, jó. Nem, csak az volt, hogy én ezt, a levelekre emlékszek inkább, hogy a leveleket festettem. Nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy elkezdjem, hogy csináljam. Mm. Akkor utána nekem portrék jöttek, tehát hogy én portrézni akartam, az emberi test foglalkoztatott nagyon, hogy én ezt vissza tudjam adni a vásznom, úgyhogy nagyon sokáig figurálisan működtem, meg akartam tanulni. De hát ezt a mai napig is, de szerintem egész életemben át tanulni fogom. De így autodidakta módon, úgy kezdtem, vagy pedig elkezdtem járni? Úgy kezdtem, de kerestem a lehetőségeket, hogy hol fejlődhetek, hogy kitől tanulhatok. Mert érdekes is volt, mert kerestem interneten, hogy hol lehet ezt tanulni. Ilyen UK-i és képzéseket kerestem, az nem volt érdekes módon, de volt a Képzőművészeti Egyetemnek előkészítője. Én kezdem nem csodálkozom, UK-i és nagy festőművészet. És nekem támogat is az állam ebben. Na de, és akkor elmentem oda. Tehát, hogy Budapestre? Budapestre, igen, ott volt nekik előkészítő, ilyen 6 hetes. És akkor, hát kicsit furin éreztem magam, mert hát 18 éves gyerekekkel jó részt, de volt, ott lett az egyik festőművész barátnőm, aki már ő bent van a képzőm, engem nem vettek végül föl, de 5-ször próbálkoztam ott is, 3-szor bekerültem a mesterekhez, úgyhogy hát, ha ez valamiért nem jött össze, nincs ezzel semmi baj, viszont Egerrel már komolyan tudtam ezt tanulni. Akkor folytatjuk az interjút Kakas Olivia festőművésszel. Tehát akkor ott tartottunk, hogy jártál mesterekhez, 5 éven keresztül próbálkoztál bejutni a képzőművészetire. De a 4. alkalommal akkor beadtam Egerbe is a jelentkezésemet, és oda fölvettek. És hát nagy szerencsém, hogy fölvettem, mert hogy én oda kerülhettem, mert én csodálatos 3 évet töltöttem Egerben.
És a nappali tapasztalat. Nappali tapasztalat, igen. Úgyhogy, hát hálás vagyok a sorsnak, hogy oda kerültem. Rengeteget tanultam, rengeteg embert megismertem, akiktől egymástól tanultunk. A tanáraim, ugye Kopasz Tamás, a mesterem. Úgyhogy OTDK-ra mentem, díjat nyertem. Tehát, hogy annyi mindent hozott ez a három év, hogy el se hiszem. Tehát én azt gondoltam, hogy ilyenek már velem nem történhetnek meg. Igen. Tehát ez egy elég ritka dolog egy felnőtt ember életében, hogy tényleg diák lehet, de úgy, hogy nappali tagozaton, és újra élvezheti azt, hogy mondjuk nem teljesen felelőtlen életet, hanem csak egyrészt a diák életet is, meg az, hogy már ez, hogy tényleg ennek tudod szentelni a napjaidat, és hogy nem más dolgokkal. Tehát ez nagyon nagy. Hát ez nagyon nagy ajándék az életemben. Igen. Igen. És akkor végeztél tavaly. Igen. És akkor most már festőművész vagy? Hát angolul igen, mert a diplomámban úgy van, hogy képi ábrázolás, alapszakos festő, igen. Mert ugye ennek itt nincs sajnos folytatása, tehát nem egyetemi végzettség, de az angol nyelvű diplomámban az van, hogy artist. Így van, tehát az mindegy, vagy. Hogy minek nevezzük, így csinálom, van. Festek. Így van. Na beszéljünk egy kicsit a képeidről. Hogy mi inspirál, mi mozgat meg. A 9 képet volt kiállítva az Artériában, 5 nagyméretű kép, és egyébként többen is jelezték, hogy megdöbbentő, hogy nem csak a nagyságuk miatt, hanem valóban annyira erőteljes mondani valói vannak a képnek, és éppen az, hogy a csend, tehát, hogy nem kiabál, és mégis. Például tudnál beszélni egy-egy képedről? Persze. Például a csendről, ez a csend egy, amikor egy csónak lebeg, egy vízibicikli, ugye a vízen, mondjuk az ilyen balatonos nekem, de hogy vissza tudunk menni a gyökeréhez ennek a képnek. Persze. Hát, örülök neki, hogy ezt mondom neki, hogy lejön az a hang, amit én azt gondolom, hogy én is éreztem, mikor készültek ezek a képek. Az első, az nem volt nálatok, meg az már nincs is a tulajdonomban, a Balaton című kép. Azzal indult igazából. A Balatonnál voltam egy márciusi napon, és olyan gyönyörű türkiszbe játszott a Balaton, hogy tehát így kiugrott ide elém, tehát hogy nagyon-nagyon izgalmas élmény volt, és előkaptam a telefont, lefotóztam, sehol az élmény nem volt ott. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor én ezt megpróbálom megfesteni. És akkor jött ez a méret is, ez az 1x20x150-es, tehát akkor festettem ekkorába először. És hát megpróbáltam visszaadni azt az élményt, és hát rájöttem, hogy ez az egy kép, ez nem lesz elég, és jó, igen. Hát azt, igen, de hogy ebben még van lehetőség, és én ezt így megpróbálom boncolgatni. És akkor a következő kép a sodrás volt, az volt nálatok, az egy hajón lévő élmény. Tehát imádom nézni, amikor egy ilyen nagyobb hajón van az ember, és a fordrozódnak a hullámok. Igen. Tehát ezt órákig el tudom nézni, igen. És ott is benne van ez az elmagányos. Tehát ahogy ott az ember igen. Egyedül van a természettel szemben, hogy picikék vagyunk, nagyon picikék. Igen. Ez szerintem ott is ez foglalkoztatott. Aztán jön a csend egy, ez a vízibiciklis történet. Ez egy tengeri élmény, ez nem Balatonhoz kötődik. Ott hát nyaralni mentünk, Szardínia, és hát sose voltunk ott, és érdekes módon, sos nem volt még ilyen, hogy
Tehát a tengernél általában nem esik az eső. De nem tudtunk kimenni a strandra, mert esett az eső egész nap. Tehát, hogy megérkeztünk a szállodába, és nem tudtunk kimenni. És már többször elindultunk, hogy majd akkor most már elindulunk, és megint esik. Este 7 órakor sikerült úgy elcsendesedni az időnek, és akkor hát nézzük már meg a tengert. És ahogy kimentünk, hát ez a csoda fogadott, hogy ilyen türkízbe megint, a türkíz, hát az... és rózsaszínbe játszott a tenger, a parton alig voltak, valami csoda színek voltak, amik ott, amit ott láttunk. Hát igen, igen. Meg ez a vízi bicikli ott magányosan a vízen. Tehát, hogy még talán egy hullám is alig volt a tengeren. Tehát a tenger is ilyen csendesen, vagy nagyon ritkán látható szerintem. De hát utána soha többet nem láttuk úgy a tengert, mert ez a part, én örültem, hogy ó, milyen jó helyre kerültünk, mert mondom, milyen csendes, alig vannak a strandon, milyen nyugalmas lesz, hát utána dugig volt a strand, de hát, hál' Istennek, hogy akkor mentünk ki, hogy megláttam ezt az oldalát annak a partnak. Úgyhogy így jött a csend. És hát ennek lett még két része, ami közvetlen összekapcsolódik ezzel, az már egy kicsit már tovább van fejtegetve, gondolva, igen, mert ott a másik képen egy repülő van a vizen, tehát belezuhanva, tehát hogy félig látszik a repülő, tehát ott valami történik. És a harmadik? A harmadikon csendben? Pedig egy tenger alatt járó, egy katonai tenger alatt járó van. Igen. És hát ezen kezdtem el gondolkozni, hogy ott van ez a idilli táj, a biciklinél is ott van, de ember nincs. Igen. Tehát, hogy... Sőt, valaki még vért is látott a nincs vízben. Nincs vér. Az csak visszatükröződik a piros vízi bicikli. Igen. Nem, direkt, tehát eszemel nem akarok, tehát semmit. Csak azt akartam, azt a helyzetet, hogy egy kicsit átgondoljuk, mert ott van ez az idilli táj, de azért megtörténnek a tragédiák. Persze. De ha visszafordítom, akkor lehet ezt úgy is gondolni, hogy ha bármilyen helyzetbe kerül az ember, bármilyen tragédia éri, a természet az akár meg is tudja valamennyire vigasztalni, vagy tehát a természet, tehát akkor is ránk süt a nap. Így akkor van. Is csak észre kell vennünk, hogy mi van így körülöttünk. Van. Ez így van. Úgyhogy hát ilyesmik foglalkoztattak. És manapság, mert ezeket a képeket mondjuk tavaly előtt festetted. Igen, hát ez és már akkor... diploma kiállításra készült, de egy sorozat lett ebből, mert 11 kép. Igen. Egyébként gyönyörűen ábrázolod a völgyet. Érdekes. Tehát annyira gyönyörű festmény, abban is azok az árnyalatok. Nagyon, nagyon mély. Beszéljünk még egy képedről, a rejtőzködőről. Igen. Igen, az is sokak kedvence volt. Tehát ez egy férfi portré. Hogy mondjuk, hogy magyarázzuk el, hogyha valaki még nem látta. Tehát van egy férfi portré, amire tulajdonképpen egy falat húztam volna igazából, mintha be akartam volna zárni ezt a... Hát ez egy tanulmányrajz volt, és... Hát, egy nagyméretű tanulmányrajz, és vagy hát festmény igazából, akril. Igen. És hát nem voltam őszintén. Teljesen, nem, őszinte akarok lenni, nem akarok itt kertelni, tehát hogy nem volt minden helyen, és annyira úgy gondoltam, hogy ez nem a, majd festek rá valami mást, és akkor elkezdtem ugye lealapozni ezzel a kék ködösítéssel, vagy nem tudom. És akkor nem hagyta magát, vagy kikukucskált. És igen. Akkor, tehát, hogy így nem tudtam megsemmisíteni. Tehát ez annyira gyönyörű, hogy elkezdted, és egy ilyen hengert használtál, igen. És éppen ezért ilyen fátyolós, és a szín is, amit választottál, az ilyen világos, kékes, szürkés, egészen finom. És az akt
mert akt volt igazából, igen. Az meg egy ilyen inkább barnás árnyalatú. Igen, én erősebb voltam. És ugye elkezdted a kép széleinél, és így utoljára maradt az arca, igen. És ott úgy megálltál, mintha ő annyira szomorúan néz ki, hogy hagyjál már, könyörgöm. Valószínűleg ez történt, igen, de hagyta magát megsemmisíteni. Ez a forgive me. És akkor abba hagytad, és akkor így lett belőle egy egészen egyedi, zseniális mű. Úgyhogy így van. Hát, igen. Hát így, tehát így is képződnek vagy igen, munkák, mert az anyag azért visszabeszél neked, tehát nem mindig ugye. Tehát, hogy van egy elképzelésem, amit akarok, de az anyag beleszól, és én szeretem is, ha beleszól, tehát, hogy élvezem is, amikor észreveszem, hogy történnek ott dolgok, ami nekem tetszik, és akkor azokat beleépítem, meghagyom. Persze általában azért végigviszem azt, amit én szeretnék, de mindig hagyok teret a véletlennek. Persze. Ami nem biztos, hogy az. Mi foglalkoztat most 2020-ban? Ez úgy gondolom, hogy egy igen különleges év, lehet pozitív, negatív értelemben, mindenféle értelemben, tehát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen, akár ilyen vízválasztó is lehet, ilyen tisztulást érzek egyrészt, hogy sok minden, ami nem működik, az abban marad, vagy talán ideje is annak, hogy másképp gondolkodjunk. Meg sok minden, neked, ami ott volt, eddig is működhetett volna, tehát sok minden meg elindult, amit meg addig nem mertünk meglépni. Pontosan. Szerintem. Igen, ez a feltámadás éve is lehet, mondjuk, mit tudom én, ez a 20-as szám, egy kicsit ilyesmi. Hát igen, érdekes évet. Ilyen ítélk, igen. Igen. Ilyen kicsit ilyen utolsó ítéletes. De hogy neked, na neked ez a 2020-as év mit jelent, illetve így a művészet szempontjából, vagy inkább az, hogy inspiráció szempontjából mit? Hát érdekes, mert az utolsó, tehát ugye megvolt a 10 rész ebből a sorozatból, és a 11. az egy, de az még a vírus előtt készült, hogy belekerült ez a kötél, ami lóg az égből, vagy a semmiből. Igen. És ezt poncolgatom, de ugye ebből lett már több kép, olyan nagy méretben még nem, de még ezt szerintem fogom poncolgatni, tehát hogy ez... Ez egy elszakadt kötél. Ez egy tulajdonképpen, vagy elfoszlott. Vagy csak ott van a vége előttünk. Tehát, hogy ezt foglalkoztat, hogy mintha, vagy megyünk a tengeren is. Nem látom már a hajót, de ott lóg még belőle ez a kötél, vagy. Tehát, hogy ezt foglalkoztat, hogy mint az életutunkon, hogy ott vannak a lehetőségek. Vagy belekapaszkodunk, vagy megyünk arra, vagy mi döntjük el. Ha akarom, megnézem, hogy mi van a kötél végén. Ha nem akarom, akkor lehet, hogy elszalasztok egy lehetőséget. Igen. Tehát, hogy ezeket még szeretném boncolgatni. Tehát, hogy talán még olyan is van, hogy nem éred el a kötelet. Akár, és igen. Olyan is van. Vagy van olyan, amikor több kötél. Tehát, hogy melyiket választ. Amikor az ember az élete során sokszor kerül választás elé, hogy melyiket választ. És csak egyiket választhatom. Nincs két út. Csak egyiket tudom végigcsinni. És nem fogom megtudni, hogy mi volt a másik. Ez így van. De döntenünk kell. Így van. És akkor így jött ez a Covid vírus, és igazából ez is ezt boncolgatom, vagy ezután is, hogy mi lesz velünk. De már ugyanolyan nem lesz, mint az előtt volt. Nem tudom, mibe kap, vagy melyik, vagy akár ezek mentő kötelek lehet, mentő, amiben belekapaszkodhatunk, és akár hogy bízzuk rá magunkat, és majd a sors megoldja. Ilyenre is próbál, vagy asszociálok ilyenkor. Most dolgozol valamin? Éppen? Igen, van egy következő része a sorozatnak. Igen. Mondjuk még nem a köteles, hanem még az előzőnek. Megint ködbetűnő, ködbevesző
történés, már hamarosan majd kész lesz az is. Jó. Ja. És kiállítás terén? Most is. Meghívásaid vannak? Igen. Meggratulálok. Köszönöm szépen. Meg annak is, azt is nagyon köszönöm, hogy meghívtatok, meghívtál, és hogy a pici galériádban, ami tényleg nagyon kis, mint egy ékszertoboz, olyan ott kiállíthattad a műveimet, a alkotásaimat. Van, de nagyon örülök, hogy és köszönöm, hogy eljöttél. De tényleg, ez egy ilyen hihetetlen. Tényleg nagyon-nagyon szép élmény volt, úgyhogy köszönöm mindenkinek. Én is neked. És akkor vannak még terveid, meghívásaid? Vannak, hál' Istennek. Ugye a vírus miatt elmaradt itt az egyetemen a könyvtárba a kiállítás, majd az valamikor pótoljuk. Akkor nálad is ugye ez már tavasszal meg lett volna ez a kiállítás, ugye ez sikeresen mi kiállítás megnyitónk is volt. Így van. Hogy ennek is örülhetünk. Így van. És akkor most a gimnáziumba hívtak, hogy itt is állítsak ki, úgyhogy alapfolyamatokban van mindig valami. És nagyon sok sikert kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm. És remélem, hogy fogunk rólad sokat olvasni. Látjuk majd az újabb alkotásaidat, és az, hogy ez a te utad. Bocsánat. Tehát egyértelműen ez a te utad. Ezt ne hagyd abba. Akárhogy is hozza az élet, esetleg ha mást is kell csinálnod, de fessél, alkossál. Nem, ez nem. Mutasd meg nekünk. Úgyhogy, na, köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehetek. Én is örülök neki, hogy itt vagy. Köszi. Köszi. Jó van.